Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a halak jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást. A díjam 4000 forint. Mielőtt rátérnék a kártyákra, megemlíteném azt, hogy havonta megjelenik az ingyenes hírlapom, ez e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és minden hónapban van egy kedvezményes jóslás, egy kártya kirakás, indiai asztrológiával együtt, 10.000 forint helyett 6.000 forintért. És most megtekintjük azt, hogy mit jeleznek a kártyák. Első hét október hónapban itt látható. Megjelenik a torony. Ennek van több jelentése. Lehet, hogy fogva érzed magadat ebben a toronyban, mint egy labirintusban, és keresel egy kiutat, keresel egy megoldást. Mivel itt mellette megjelenik a horgony, és jelenti a munkát, a hivatást is, lehet, hogy itt növekszik valami, vagy egy nagyobb cégről van szó. Itt a munka kártyája mellett megjelenik a levél és a gyűrű, ez jelenthet egy munkahelyi szerződést. Amit a torony még jelenthet, egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, itt is lesz egy dokumentum, vagy szerződések. Itt lesz egy megoldás, hiszen megjelenik a szerencse kártyája, és légy biztos a dolgodban, erre utal a kulcs. Lesznek fontos beszélgetések, egy jó hír, és itt a lilium virág azt jelenti, hogy itt most tisztázódik valami. Lesz egy jó hír, mert a virágcsokor erre utal, vagy lesz egy meghívás, egy ajándék. Ami a munkát, a hivatást illeti, a virágcsokor az lehet egy kreatív tevékenység. Második hét október hónapban itt látható ez a férfi, áll a középpontban, utal a férfiakra, vagy ha te egy hölgy vagy, akkor ez a férfi a te lelki társad. Itt a kártyák jelentik az ő gondolatait, ő szeretne valamit lezárni, és egy időben ezzel szeretne nyitott lenni, vagy bízik abban, itt kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek, lesznek jó hírek, szép beszélgetések, és itt látható a szerencse, vannak nála jó gondolatok. Mellette megjelenik a szív, ez utal a szerelemre, a párkapcsolatra, itt lesznek változások. A kutya jelentheti a házi állatokat is, hogy kedveli a kutyát vagy a cicát, de jelenti a hűséget, tehát kihat a szerelemre, ő hűséges hozzád, megbízhatsz benne, vagy a kutya jelentheti a baráti kört, és itt a barátoknál lesznek változások. Ő ebbe az irányba tekint, és előtte ez a park jelenti a nyilvánosságot, vagy az elismeréseket, és a ház az otthonát, a szülői házat, vagy a rokonokat. Ez a ház lehet egy ingatlan, például külföldön, hiszen a hajó jelent utazásokat, külföldi kapcsolatokat. A felhő az azt mutatja, hogy van még egy bizonyos dolog, ami átláthatatlan. Ez lehet egy örökösödési ügy, vagy a koporsó le tudja zárni ezeket az eseményeket, vagy ezeket a kapcsolatokat, és akkor itt már látható a változás.
harmadik hét október hónapban itt látható. Ez a hegy jelenti a problémákat, és itt ez a kártya azt, ami eddig fájt neked. Fájdalmas emlékek, vagy viták, veszekedések, de szerencsére itt vannak az egerek, és úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják ezeket a félreértéseket, a vitákat, az egerek eltávolítják a problémákat, a nehézségeket, és utána itt látható a változás, a szerencse, a mozgás. Minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben meg van írva. Ez a mozgás lehet egy másik férfi is, aki közeledik hozzád, de jelentheti a mozgást, mindazt, ami mozog, sport, autó, kirándulás, változások. Sőt, itt megjelenik ez a fa, ez jelentheti a természetet, ami erőt ad számodra, vagy útban vagy, mert céljaid vannak, és el akarod érni azt, ami biztos, ahol le tudsz gyökerezni. A fának van más jelentése is, utal egészségügyi témákra, és itt lesz mozgás, meg lesz az életerő. Ez a medve lehet egy személy is, akinek szava van, vagy az apukád, vagy a főnököd, egy bírósági ügynél lehet a bíró. Nála megvan a tudás, de a könyv jelentheti az ő zárkózottságát is. Itt a kasza azt jelenti, hogy bizonyos dolgok olyan hirtelen jönnek, amikor nem is számítasz rá, tehát lesz egy meglepetés. Utolsó hét, október hónapban itt látható, ha te egy hölgy vagy. Megjelensz itt, te állsz a középpontban. Itt a képek utalnak a gondolataidra, egészségügyi témákra, tudásra, tanulásra, megjelenik ez a férfi, a szerelem, és megjelenik a nyilvánosság is, hiszen te találkozol valakivel a nyilvánosságon, itt lesz beszélgetés, vagy fontos számodra, hogy megkapd ezt az elismerést. Megvan a kisugárzásod, a kígyó jelenti a gyógyító erőt, a megújulásokat, a gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy egy új irányt, egy új kezdetet, elérkezel az életutadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez a kígyó lehet egy hölgy is, ahol itt találkozni fogtok, lesz új kezdet, és a nap azt jelenti, hogy őszintén tudtok beszélni egymással. De azért tekints a mélybe, hiszen valaki megbántott téged, ez lehet az anyukád is, hiszen a hold jelenti az anyukád, az anyai érzelmeket, de jelenti a vágyakat, az álmokat is. Lehet, hogy álmodtál valamit, és tekints a mélybe, vizsgáld át, mit közöl ez az álom veled, hiszen gyakran ez egy lelki üzenet. Újdonságok vannak útban hozzád, mögötted a halak jelentik az anyagi dolgokat, itt ezt rendezed, a nap megvilágítja ezt, átlátsz a dolgokon, tehát javul az anyagi helyzet. És ez a kereszt jelenti a hitedet, vagy a sors utakat, amikor a sors utak kereszteződnek. Nagy jelentik a döntéseket, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez itt is megjelenik, itt előtted is megjelenik. És a halak jelentik az értékes dolgokat. Olyan irányba kell tekinteni, haladni, ami értékes számodra. És itt ez a könyv akkor jelenti a te tudásodat, a tehetségedet, vagy lehet egy tovább képzés is. És ez volt a havi jóslás.
Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!